Ma a festékekről fogunk beszélni, azon belül is az akril festékekről. Na de mi is ez az akril festék? Egy kis történelem. 1955-ben az Ohio állambeli Permanent Pigment gyár bemutatta a legújabb termékét, az akril festéket. Az akril festék egy emulzió, aminek az alapja az akril polimer nevezetű anyag, ami a színét a hozzáadott pigmentektől kapja. Ez a festék vízbázisú, tehát vízzel lehet higítani, és amíg nedves, addig lemosható. Szappannal és vízzel könnyen eltávolítható a bőrről, illetve az eszközökről. Viszont száradás után már víz és időjárás álló. Napjainkban már 10 kezdő festőből heten akrilfestékkel kezdenek el festeni. Na de nézzük, mik az előnyei ennek a vízbázisú festéknek. Szaktalan, nem mérgező, gyorsan szárad, színtartó, kültéri és beltéri dekorációs célokra is használható. Nézzük meg, milyen fajtái vannak. Matt, ami száradás után matt felületet eredményez. Gyöngyház, fényes, gyöngyház csillogású. Metal, fémes hatást kelt. Vintage, száradás után ultramatt, krétás bevonatot képez, pasztel színekben elérhető. Bársonyhatású, úgynevezett struktúrpaszta festék, és a fluoreszkáló, ami nyilván sötétben világít. Milyen felületeken tudod használni az akril festéket? Jól használható fára, vászonra, műanyagra, papírra, gipszre, hungarocellre. Sőt, még üvegen, tükrön és kerámián is használhatóak. Milyen eszközökkel festhetsz az akril festékkel? Használhatsz speciálisan ehhez a festékhez gyártott ecsetet, de sima hagyományos ecsetet is használhatsz. Szivacs ecsetet, szivacspamacsot vagy szivacshengert. De bármilyen eszközről legyen is szó, a végén szappanos vagy mosószeres vízzel jól most ki. Ha nem előre alapozott vászorra festesz, akkor előtte jól tisztítsd meg a felületet. Használat előtt jól rázd fel a flakont, így könnyebben kenhető lesz az akrilfesték. De várj egy kicsit a felvitelével, hogy a levegőbuborékok távozhassanak. Az akrilfesték nagyon gyorsan szárad, de ha szeretnél még később dolgozni az alkotásodon, akkor előtte nézd meg papírzsebkendővel, hogy biztosan megszáradt-e a festmény. Na de milyen is a jól használható akrilfesték? A jó akrilfesték jól kenhető, gyorsan, de nem túl gyorsan szárad, és jól fed. Vannak magasabb pigment számú festékek, kimondottan művész festékek, amiket igencsak magas áron kínálnak, de kezdésnek tökéletes egy alacsonyabb áru stúdiófesték. Viszonylag olcsón juthatsz jó minőségű készletekhez. Viszont nem csak a művészellátókban találhatóak meg, hanem egyes áruházak kínálatában is fellelhetjük őket. Érdemes figyelni, mert néha meglepően jó áron kínálnak szuper minőségű akril festéket, illetve készleteket. Mivel nagyon jó keverhető festékről van szó, nem szükséges 100 darabos készletet vásárolni, elegendő egy alapkészlet 12 színnel. A fehérből érdemesebb egy nagyobb tégelyt vásárolni, mivel azzal lehet világosítani, tompítani a többi színt. Tehát mindig legyen egy-két tubussal több belőle, mint amire szükséged van. Az ecset kiválasztása is fontos lehet, ezért belinkelem ide az ecsetekről szóló videómat. A vászon kiválasztása is fontos lehet, ezért a vásznakról szóló videómat itt találod. Sok víz nem kell hozzá, de mindig készíts magad mellé néhány papírtörlőt, mert az ecsetek kimosása után bele kell nyomkodnod az ecset fejét, szinte annyira, hogy minden víz eltűnjön belőle. A palettád lehet akár egy műanyag tányér, vagy faroslemez, vagy egy üveglap. Az ecsetekből egyszerűen ki tudod mosni a festéket, a bőrödről is könnyen lejön, viszont a ruhádra vigyázz, mert száradás után már nem fogod tudni kimosni belőle. Ezért használj mindig kötényt. A rétegek jól fedik egymást, ezért nem baj, ha hibázol. Várj pár percet, amíg megszárad, majd egyszerűen festd át. Nyugodtan vázolj fel egy vázlatot a vászorra, mivel az akrilfesték jól fed, ezért nem fog látszani. Az akrilfesték könnyen beszerezhető,
egyszerűen használható és a nagyon-nagyon kezdőknek is biztos sikerélményt ad. Na de nézzünk most akkor pár márkát is. Itt szeretném leszögezni, hogy nagyon sok márka van, de én csak az általam használt és kedvelt festékekről tudok véleményt formálni. Akril festék kezdőknek. Ezekhez az áruházakban, illetve a művészellátókban is hozzájuthatsz. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, ha nem, akkor pedig egy diszlájkot, és ne felejts el feliratkozni, hogy ne maradj le a következő videóról sem, ami a festékekről fog szólni. De addig is jó alkotást kívánok nektek. Sziasztok!